Sziasztok, Kaminoszti vagyok, ez pedig a Hegylakók Nyomában podcast. Újra úton, hát igen, izgalmasan telt ez a mai nap, és kalandosan. Na de kezdjük az elején, borzalmasan aludtam, elmondhatni, hogy szinte semmit. Ehhez képest jól vagyok, ami meglepő. Ennek lehet, hogy van egy oka, de ezt majd később. Lényeg, hogy állandóan, nem tudom, vagy nagyon melegen volt, vagy fáztam, nem tudom, ahol voltam, tényleg klimaxos hőhullámok törtek rám, tehát így állandóan fent voltam. Úgyhogy aztán hétkor keltem, úgy teztem, hogy 8-kor indulok, úgyhogy 4-8-ra készítette a jó kis kót reggelit megint Szília néni, és csinált, én még nem ettem black puddingot, de tulajdonképpen ez a mi véres hurkánk, ahogy így megállapítottam. De valahogy a kajálás se ment. Egyszerűen nem tudom, jóval kevesebbet ettem, mint előző nap, és éreztem, hogy nem megy több. Aztán összepakoltam mindent, és elköszöntem tőle, és akkor mondta, hogy hát, hogy ne vigyen el a trail elejéig autóval. Hát mondtam, hát nem kell, te elgyalogolok, de hát azt mondtam, már annyiszor legyalogoltam azt a távot oda-vissza, és ebben tényleg igaza van. Tehát ez már nem tudom, szerintem 5, várjál, azt mondja, 4-szer legyalogoltam. És mondta, hogy hát most azért, hogy ott az aszfalton megint odáig elmenjek, és mondta, hogy akkor viszont, ha elvisz, akkor mutat nekem valamit, ami nagyon különlegeset. És akkor mondtam, hogy jó, akkor oké, akkor ezt a 2 kilométert megspóroljuk. Hát mondjuk vicces azért, hogy 83 évesen beültünk a Mercedes terepjárójába, felvette a bőrkesztyűt, ahogy kell. Hát nem véletlen mondtam, hogy egy lady. És aztán képzeljétek el, hogy napközben összetalálkoztam egy férfivel, és kiderült, hogy ő történész, és beomlott itt egy völgy, és előkerült egy bronzkori település, és pont oda ment, amikor így útközben összetalálkoztam vele. Aztán így beszélgetünk, és kiderült, hogy ő is ismeri Cecilia Monroe-t, és hogy tényleg lady, nem csak ahogy én mondtam, hogy olyan, mint egy lady, hanem tényleg lady. És ő is aludt már nála, és mondta ő is, hogy mennyire jó fej. Nem, de szóval visszatérve, hogy felvette a bőrkesztyűt, ahogy kell, és elvitt engem egy olyan benzinkúthoz, le is fényképeztem, ami 1920-ban épült, és egy Shell, egy ilyen töltőfej, tök jó. Így legalább láttam egy ilyet, és mindjárt meg is állapítottam, hogy szerintem, hogy dizájnban sokkal jobbak voltak a régiek, mint mi. Jó, azért most is vannak tényleg nagyon klassz dolgok, de nekem tetszenek ezek a régi fajta töltőoszlopok, állomások. Na aztán ugye az ismert rél szélénél már kipattantam, elköszöntem tőle, és aztán ő szépen visszagurult, én pedig elindultam. Azt hittem, hogy majd fogok találkozni másokkal, hiszen ez az ösvény megy a Glomac Falls-hoz, a Glomac vízeséshez, ami a skót nemzeti kincs égköve. Ez a hatalmas nagy vízesés, egy 8,5 kilométeres ösvény vezet fel. Legalább van ösvény, úgyhogy szépen, mondjuk nem mondom, hogy nem meredek, de itt szépen felkapaszkodtam rá, nagyon szép idő volt, végre nem esett az eső, éjszaka se, úgyhogy nem volt olyan sár, ugye előző nap egyáltalán nem esett, mára mondjuk mondott eső, de így nem volt éjszaka meg reggel se. És akkor így szépen ilyen 2 óra alatt értem körülbelül rá, és hát ez tényleg lenyűgöző, tehát ezt ma azt írják róla, hogy a könyvéző ember így lecsütsen a fenekére tőle, hát tényleg olyan, hogy egy ilyen hegyről ereszkedtem le, az hiszed, hogy egy völgybe.
érsz le, és aztán egyszer csak a völgy végénél így van egy hatalmas nagy szakadék, ahova bezúdul, és onnan ugye egy alsó folyóvölgy az, ahol megy tovább a folyó. Hát ott véletlenül rossz irányba indultam el, hát azt az ösvényt láttam, de már megszokhattam volna, hogy nekem soha nem az ösvényeken kell menni, hanem ahol nincs ösvény. Ugye csak az órám jelzett, és akkor szépen visszaháztam. Viszont ott volt egy jó fotópont, tehát mégiscsak megérte a felesleges mászás. Hát viszont ott a hegy oldalába, ezen az ösvényen menni, az viszont az elég para volt, egyrészt tiszta sár volt, és ugye mondtam, hogy a cipőm nagyon csúszik a sárban. Másik mondta Cecilia, hogy vigyázzak nagyon, mert most itt nem olyan régen ketten is lezuhantak onnan. Úgyhogy ez azért nem dobta fel az indulás előtti hangulatomat. De hát különben is vigyáztam, és hát bevallom nektek, nem nagyon tudom, hogyha hát most így spoilerezek, de késő délután elkapott elég rendesen az eső, és hát ha itt kellett volna lemennem ebben az esőben, azt nem tudom, hogy oldottam volna meg, de ezt most komolyan mondom nektek, fogalmam nincsen, hogy mentem volna ott végig, és hogy jöttem volna le, mert annyira csúszott, és így is nagyon-nagyon nehéz volt. És most meg, ahol itt a végén lejöttem, mindegy, hagyjuk így esőben. Na és aztán szépen leereszkedtem, és akkor át kellett menni egy kis hídon, és kiértem egy ilyen, hát nevezük erdészeti útnak, ugye ezt nemdig mondtam, hogy itt ilyen négykerék meghajtásos ösvénynek hívják, úgyhogy ilyen terepjáró út, vagy quad, tök jól lehetett rajta menni, és van egy Iron Lodge nevezetű ház, ami zárva volt, de ott előtte leültem, ott szűrtem vizet, megettem a kis banánomat, meg egy csokit, aztán úgy indultam tovább, mert tudtam, hogy ugye majd megint jön egy igen komoly emelkedő, és akkor szépen megmásztam, na itt találkoztam össze azzal a férfivel, aki a történész volt, és mondta, hogy itt ugye beomlott egy völgy, és egy bronzkori települést találtak, és pont oda indult. Aztán így beszélgetünk, és mondtam neki, hogy annyira gyönyörű ez a vidék, de így belegondolok, hogy akik itt szívesen így visszaugornék, így évszáz azokat, hogy milyen lehetett akkor itt az élet, de hát ez most is látszik, hogy azért, amikor elmegyek egy ilyen romos, régi, ilyen összedőlt kőépület mellett, hogy hát azért ez kemény, kemény vidék, kemény élet lehetett nagyon, nagyon. Szóval nem cserélnék velük. És aztán megálltam ezt a baromi meredek emelkedőt, ugye ez már a második volt. És akkor itt is ilyen, hát elég ilyen sáros, nem tudom, történeten avászkodtam, de hála jó időnek kimondottan meleg volt ma. Úgyhogy nem is volt rajtam a szélmelény, most először csak a póló. És akkor ezen a úton mentem, hogy azért elég elfáradtam, mire elértem a butihoz, ami egy ilyen tó partja mellett ilyen dombon áll. Úgy nézett ki, mintha senki nem lenne. Pont amikor az ajtó elé álltam, akkor hirtelen kinyílt az ajtó, úgyhogy picit így hátra hőköltem. Mint hogy ilyen fotocellás lett van, az pont így kilépett, és srác, aki ott pihent, és akkor indult, de jobb az irányba indultam, erről én jöttem. Jó nagy pakja volt. És persze mondjuk is egy csomó ilyen patakon, meg nem tudom, mint kellett átkelni, tehát ez a kerül, már szinte nem is mondom, mert ilyen megszámlálhatatlan mennyiségűn kell átmenni minden nap. És ez egy nagyon-nagyon szép kis buti, és ott ugye ettem, ittam, pihentem egy nagyot, mert így az utolsó szakasz, tehát még ugye úgy volt bennem, hogy hát elmegyek, ugye miután ráadásul reggel nem is voltam jól, hogy megyek 30 kilométert, és akkor a következő butiban alszom,
de ha jól érzem magam, meg időben úgy érek oda, akkor meg elmegyek Skeletonig, ami ugye a következő ilyen, ott van egy ilyen campsite, és akkor az majdnem 39 kilométer. És aztán innen, amikor elindultam, idáig volt ösvény, és hát innentől semmi, hanem jött egy mocsár, de durva, de ez nem az a fajta, ez az úszólápos, mint múltkor, amiben majdnem ott maradtam, hanem ez a sár. És megint jött a szokásos aknakeresős játék, de vesztettem, és pedig ugye most már két túrobotom is van, és ugye leszúrtam, és úgy éreztem, hogy meg fog tartani. Hát nem, és aztán ahogy ugye elvesztettem az egyesüm, és tovább léptem, akkor viszont a másikkal úgy bele, hogy szügyig elsüllyedtem, azt így a másik lábam, és úgy, hogy megint jött a hasra fekvés és a kievickélés a mocsárból. Hát erről tettem föl képet a Facebookra, meg a TikTokra videót, úgyhogy érdemes megnézni, meg az Instára is érdemes megnézzétek, mert szerintem eléggé vicces, hogy sokan ezekért az pillanatokért százezreket fizetnek, mondjuk Sárváron a Spirit Hotelben, miközben én itt ingyen kapom, csak éljem túl. Persze így utólag vicces, de különben nem, mert most is tiszta retek vagyok, ahogy itt fekszem a sátorban, egyszerűen nem, hát, hogy mossam le. Na aztán innen ugye mentem tovább egy ilyen tó mellett, ott találtam egy ilyen tök jó, és mondjuk ez ilyen vicces, mert pont mielőtt így elsüllyedtem, ez ilyen úgy képzeljétek el ezt a részt, hogy te van ilyen hatalmas nagy kráterekkel, amiket nagyon nehéz, néha át lehet ugrani, vagy megkerülni, de van, hogy nem. És akkor ugye az ember nézegeti, hogy hova tudna lépni. És különben meg, ugye az a nehéz ezeken a területeken, hogy ugye semmi ösvény nincsen rajta. Persze az ember tényleg olyan már, mint egy ilyen Winnetouba öltött Old Shatterhand, és nem tudom, Chingachgook, meg nem tudom, sólyomszem, meg nyomkereső, hogy minden fűszálat figyel. És persze egy az évek alatt már az ember, pláne hogyha sokat vagy ilyen területen, akkor úgy azért kialakul, hogy mire kell figyelni, hogy az ember megtalálja, hogy merre mehetett esetleg valaki. De azért néha becsapós ugyanúgy, mint amikor ránéztek egy búzatáblára, és ugye elfeküdt a búza, és azt nem valaki letaposta, hanem elfeküdt. Tehát ez ugyanígy azért ezzel a magassással is így van, és becsapós tud lenni. De most már ezeket a vízi bombákat aránylag jól, jó arányba sikerült így átmennem rajta, de ezt a saras történetet már bocsánat, de ezt ma megszívtam meg, én nagyon durván. Aztán pont akkor léptem, amikor így erre gondoltam, hogy tényleg az, hogy az ember így figyel minden nyomra, vagy hogy hol van egy lábnyom, vagy egy lábnyom darab, vagy tényleg így letapossa valami, vagy ilyesmi, tehát így nagyon, nagyon figyelem, hogy könnyebben tudjak az ilyen helyeken átkelni. És hát mondhatnám, hogy nagyon menő vagyok, mert egyszer csak egy ilyen lefektetett palló volt, mellett egy lábnyom, tehát pont valahogy bele navigáltam magam az ösvénybe. Ami hát persze ez így nem igaz, mert ez tényleg baromi véletlen volt, hogy pont oda lyukadtam ki. Ráadásul ezekben az ösvényekben mindig az a vicces, hogy az ember így megörül neki, elindul rajta, és aztán ezért téved el, mert nem az ösvényen kell menni. Ott van egy ösvény, aztán ennyi, úgyhogy mentem oda 25 métert, azt mondja, kiderült, hogy rossz irányba megyek. Úgyhogy megint folytathattam torony iránt. Még aztán ki nem tudtam mászni, így ott lehetett látni, hogy van egy ilyen, hát megint egy ilyen, nevezzük erdészeti útnak, mert ezt otthon úgy is tudjuk, hogy micsoda ezt a 4x4-es történetet. És akkor ilyen
tópa, ma rengeteg tó mellett mentem el. Továbbra is nagyon szép idő volt, és akkor ez is így emelkedett fölfele, át kellett így oldalazni. Tehát ugye úgy volt, hogy a 400-as szint vonalat kellett tartani, és azon kellett menni végig. Tehát hogy úgy figyelni kellett, hogy az ember ne csúszom megint vissza a mocsaras területre. És aztán úgy vártam, hogy már így kellene, hogy jöjjön a következő meledékház, de Istennek nem akart jönni. És akkor ugye néztem az órámon már kilométereket, onnan, ahogy nézem a könyvbe, ugye 30-nál kellett volna lenni, én már 31-nél jártam, 31 fél, sehol semmi. Nem értettem, hogy mi van, vagy hát láttam épületet, nem tudom, lehet, hogy az, ami ennyire jól nézett ki, de idáig egyik sem nézett ki, tehát azt hittem, hogy az alapból egy ilyen privát, de mindegy, tehát lehet, hogy ezért jöttem el mellette. De aztán, ami történt, ezáltal egyáltalán nem vagyok ebbe biztos. Ugyanis ugye van egy, az órámon is egy track, és ugye közben nézem, ami ugye mindig memorizálom a könyvben leírtakat, hogy mire kell figyelni, tehát ezeket minden pihenőnél újra olvasom, nézem, térkép, stb. És aztán valahogy nem jött semmi, mondom, jó, akkor most már néztem ugye kilométereket, tudtam, hogy a végén még van egy baromi meredek, amin át kell menni, egy kilométer alatt emelkedik fel a szint, és csak utána már egy ilyen 5 kilométer lefele. És mondom, akkor megállok, volt egy ilyen kisebb folyópartja, és akkor ott ittam, ettem, frissítettem, mondom, akkor úgy vágjak neki. És akkor elindultam fölfele, és ugyanígy, ahogy átmentem, ösvény eltűnt. Tehát kömezek tök fura, hogy van egy ösvény, mész rajta, és akkor egyszer csak eltűnik. De nem érted, hogy? Tehát akkor eddig, miért vezetett el eddig? Tehát annak semmi logika nincs benne. Szóval igazán, ugye mondtam, hogy a képeretrél nincs jelölve, és nincsen ösvény. Ugye az embernek, ha szerencséje van, akkor beletalál egy olyan ösvénybe, ami pont ott megy, és akkor tud rajta menni egy darabon, és akkor az tök jó, de különben nem. És maga a terep, ugye mondtam, hogy nagyon nehéz, tényleg ilyen dindomb az egész, mint tényleg nem tudom másképp megfogalmazni, hatalmas nagy vakontúrás az egész. És ugye csupa víz, meg sár, meg szikla. És akkor szépen így emelkedtem felfele, és akkor azon gondolkoztam, hogy melyik hágón akar átvinni. De úgy fordult bejebb a völgy, mondom, basszus, ha már többet tövök, mint egy kilométer, néztem az órámat, már 2, már 3, még mindig felfele. Közben láttam, hogy előttem már esik, meg szivárvány is volt. Aztán oda is értem, ahonnan esett, és akkor baromira örültem, hogy soha nem akartam fölérni a hágóhoz. Mondom, azt hittem, hogy már tényleg elpusztulok. Én meg nem mondom most, hogy hány kilométer volt ez így fölfele, vagy ilyen úttalan utakon, és a hegy oldalban ezen az irgalmatlanul nehéz terepen, és mindig próbáltam valami nyomot találni, de hát nem igazán sikerült. Hát aztán onnantól kezdve, hogy esett az eső, meg ugye még nehezebb lett, ugye fölöttem az esőkabátomat is. Na aztán végre felértem a gerincre, hát ahol meg aztán szó szerint állt a víz, és minden folyt. És akkor elindult ez, hogy jó, oké, akkor most már le van szarva, hogy mindenek keresztül. De ugye néztem a tereket, és azt láttam, hogy már jó, többet jöttem, már benn kéne lennem a campsite-nál, és nem értettem, mert nem tévedtem el, jól navigáltam, tehát hogy még ott a bocsárba is, tehát ennyi kilométert nem tudok összehozni, hogy itt össze-vissza az ember kanyarog. És nem értettem, hogy mi történik. És végre felértem, ugye annyira esett, hogy folyt az egész hegyold, de ugye megijött ez a csúszós, sáros túról lefele, úgyhogy így próbáltam
megtalálni a saját utam, hogy biztonságosan hogy tudok leereszkedni, aztán találtam egy ösvényt, és mentem azon. Hát erről csináltam egy videót, hogy effektív a patakba mentem, mert az ösvény vezette le a hegyről a vizet. És sokkal biztonságosabb különben a vízbe menni, mert ugye mondtam, a vízes sziklán tök jól működik a cipő, míg a sáron meg baromira csúszik. Tehát az ember nem lépked jobbra-balra, hanem csak megy át, mindenem már tök mindegy, csak érjek le. És hát amikor így átbillentem a túloldalra, és megláttam, hogy milyen mélyen van a folyóvölgy, akkor rájöttem, hogy valami itt nem stimmel. Hát nekem már mondom, ott kellene lennem. És azt írta, hogy ha még innen 5 kilométer, akkor oké, még akkor még innen basszus, még 5 kilométer. Az már 6-tal több, mint amit terveztem. És akkor így szépen így jöttem lefele, mondom, esett az eső, és közben azt néztem, hogy ilyen vízesés volt jobb oldalon, ahol már örjöngve zubogott a víz. Ugye az esőtől egy pillanat alatt rohan le így a hegyekből, és árad meg nagyon durván. És pont arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy már ezen a részen a mai szakasz végig nincsen folyó átkelés, mert hogy a francba mennék át, miközben meg a többinél a baromi mákon volt, hogy ilyen jó idő volt, és simán át lehetett menni. És egyszer csak azt látom, hogy ott egy baromi nagy folyó örjöngve folyik, és az ösvény az belemegy. Hát mondom, ez kurva jó, hogy fogok itt átmenni, már bocsánat a kifejezésért. És így a jó Isten meg a őröngyalok így fogták a kezeimet, és ott mellette volt egy olyan pont, ahol egy drót kötél ki volt feszítve a két part között, és fölötte meg egy kötél is. És ugye ki volt írva, hogy a saját felelősségedre használhatod, de hát más lehetőség nem volt, mint egy ilyen kötéltáncos, így gondoljátok, hátizsák, nem tudom, túra volt így, mert azért, ha tudod, nagyon előre dőlsz, akkor úgy tanyázol bele, ha a másik irányba, akkor aztán végképp benne vagy a folyóba. És azért ezek tényleg életveszélyes, hogy ilyenbe így beleesni, mert azért is kell mindig kikapcsolni a hátizsákot egy folyó átkelésnél, hogyha az ember beleesik, akkor ne az legyen, hogy ugye ez a nagy csodrás elviszi, beakad, lehúzza, aztán meg is halt. És nem egy ember a PCT-n veszítette már el így az életét sajnos. Szóval azért így eléggé óvatosan lépkedtem át ezen a drótkötélen, de Isten sikerült. És akkor mentem tovább, de azt láttam, hogy lehetett látni, mert itt egy ideig egy ilyen, hát nagyon nehezen kivehető ösvényszerűséggel haladtam abba az irányba, merre kellett, és aztán láttam, hogy ott lesz egy ilyen erdészeti útszerű, és akkor távolba észrevettem, hogy ott jön valaki szembe. Úgyhogy egy korombeli férfi volt, és akkor kérdeztem tőle, hogy mennyire van még a campsite, ezt így nézett rám, hogy itt nincsen semmilyen. De mondom, hát így van település, vagy ilyenek, hát az országút van legközelebb. De és mondom, az mennyi? Hát azt mondja, egy másfél óra. Mondom, micsoda? Hát mondom, hát ez, azt belenyom, akkor is az több, mint egy óra. És, tehát vagyis, hogy az legalább akkor ilyen 7-8 kilométer. Hát mondom, az nem lehet, hát már passzus, már 40 kilométernél tartok. És ugye mondom, valami itt nem stimmel. Mondom, biztos, hogy nem vagyok akkor jó helyen. De közben nem tértem el. Tehát láttam, hogy a tartom a trekket, de miért nem egyezik a kilométer száma a könyvvel. És nyomtam, onnantól kezdve mondom, mindegy, nekem mennem kell. Nekem valami, mert már ugye 8 óra körül volt, mondom, rám fog sötétedni, nekem kell akkor találnám egy helyet, ahol föl tudom verni a sátra, mondom, akkor ezek szerint azt sem tudom pontosan, hogy itt most hol vagyok, és ugye miután esett itt az eső, nyomtam, és nem álltam meg azzal foglalkozni, hogy hol a francba vagyok, hanem nyomtam, hogy valóban érjek ki, aztán majd ott úgyis meg kell állni most már sátor, aztán majd akkor utána megfejtem azt holnap meg
megmegyek a szerint tovább. De közben meg az órámon láttam, hogy a kilométerek meg fogynak. Tehát, hogy valami meg mégis jó, de valami meg nem. És amikor hallottam, hogy közeledik az országút, akkor bekapcsoltam a telefont, vagyis hát kikapcsoltam a repülő üzemmódba, hogy van-e térelő, és szerencsére volt. És ugye Zergénél a Zerge Sport, ugye nekem Zergék, és ugye Attila, nagyon sokat segítenek, tehát nekem mindig ők segítenek beállítani az órát, mindenféle trükk, mi, hogy működik rajta, ugye ezek az órák, mert annyi mindent tudnak, hogy a legtöbb ember tényleg a nagy részét ki se használja. De viszont én tényleg minden dolgát, az alvás monitortól kezdve nézem azt, hogy mennyire töltődik fel a szervezetem reggel, és mennyire merül le este a véroxigén szintemet, ami ugye szintén fontos, főleg ugye a hegyek miatt a pulzusomat, mennyire aludtam jól, vagy nem, mélyen, vagy ébren, vagy mennyit voltam fönt, tehát ezeket mind-mind látom, a pulzusomat, a légzés számomat, ugye viharriasztásom benne, ha eltévednék, akkor trackback funkciót, tehát a benyom, akkor ugyanazon a nyomvonalon visz vissza, kilistázza a legközelebbi településeket, hogyha kell, vagy ilyen, tehát hogy ugye van benne rengeteg-rengeteg hasznos dolog. És ugye együtt raktuk föl, tehát ugye a trekket, és mondtam neki, hogy figyelj, mondom, ez most nem az első. Ugye volt ez a hegy, meg az a mocsáról majdnem basszus, ott maradtam. Mondom, nem tudom, hogy ez a csáv, aki ez a trek mit csinál, de mondom, ez itt valami nem stimmel, és akkor Ati belépett a számítógépen az én fiókomba, és mondom, hogy töltse már be a nyomvonalat, és mondtam neki, hogy hány kilométernél vagyok, nézd meg, hogy hol vagyok. Mert ugye én nem akartam, miután jött a sötét, meg esett nekem nyomni kellett, hogy valami olyan helyre érjek, hogy tudok sátrat verni, mert csak szikla volt, tehát semmi, tehát egyszerűen le se tudom szúrni a sátorcöveket. Hiába van most már két túrabotom, hogy fel tudom állítani. És akkor így ő nézte, közben az órán kilistáztam, és abban ugye benne volt, hogy ahova mennem kellene, az 13 kilométerrel. Mondom, basszus, hát az már sanszom nincsen, tehát ha kilépek, akkor is, ráadásul terepen, tehát oké, még egy ilyen hatot, ha lefele, ha nem a nehéz, még lehet, hogy tudok nyomni, de akkor is több, mint két óra. Tehát jó, hogy van fejlámpám, persze, de hát azért már jöttem egy csomót, mert már akkor már ilyen 45-nél tartottam. És hát azért baromi, ahhoz képest, hogy már ilyen 30-at terveztem, azért az elég durva. És különben valami milyen érdekes, hogy nem szoktam én inni soha ilyen energiaitalt, meg ilyeneket, de valahogy tegnap Fort Williamben úgy megkívántam a Monstert, hogy vettem egy doboz Monstert, de közben meg aztán meg nem ittam meg, de betöltöttem egy üvegbe. És ma, mielőtt jött ez az utolsó, ez a baromi nehéz hegy, ahol jött az eső, meg ezek, ott megittam meg, utána megittam még a másik felét. És valószínűleg annak köszönhetem, hogy tényleg adott plusz erőt. Na mindegy, a végén leértem az országútig, de itt semmi, egyszerűen nem találtam semmit. Viszont találtam egy házat, ahol égett a villany, és bekopogtam, hát kiderült, hogy covidosak, és hát azt nem engedték meg, hogy a kertbe felverjem a sátram, de mondta a csávó, hogy menjek vissza, és akkor ott kanyarodjak jobbra, és akkor ott lesz ilyen sima plac volt is, csak hát éppenségi, hogy alá betonozva is azon volt valami fű, tehát hogy nem lehetett lenyomni a cöveket. Akkor már tök sötét volt, és egy ilyen erdő, ott kóboroltam, és akkor megláttam, hogy ott, mert azt különben, amikor jöttem, akkor is láttam, hogy ott legelnek lovak, és észrevettem, mint ott, hogy a fa alatt csak nem lehetett látni, hogy az ott mocsár, vagy pedig füves rész. De kerítéssel le volt zárva ilyen kapuval. És akkor levettem a hátizsákom, látom, hogy a két lovon kívül nincsen itt senki, átmásztam a kerítésen, és szerencsé egy ilyen tök jó füves plac van itt. Úgyhogy én itt átmásztam, fölállítottam a sátrat, aztán most bízom benne, hogy a kutya nem fog ide jönni, meg nem lesz belőle baj, hogy
hogy itt állítottam fel a sátramat, aztán reggel meg úgyis húzok el. Na, aztán közben még ugye Ati nézte otthon, tehát amikor megérkeztem, akkor persze én is elvettem a könyvet leülni. És tulajdonképpen ugye a képretérelnek az a lényege, hogy rengeteg fele lehet menni. Tehát ugye nincsen igazán egy hivatalos, van a könyvben egy ajánlott, de ezen a trekken ez teljesen másfele ment. Viszont így, ami végül is tulajdonképpen most így jól jött ki a holnapinak, megcsináltam a nagy részét. Tehát holnapra 16 km marad. A probléma az, hogy viszont fogalmam nincsen, hogy mi vár rám. Mert ugye azt nem látom előre, hogy az mennyire lesz nehéz. Mocsarason visz fel a büdös francba, minden ösvény nélkül, megint így hegy oldalon át, Kinlock Heaven, vagy mi a neve, mert holnap egy településre érek be. Csak ugye ez azért necces, meg azért kell ezt majd ott, legalább ha remélem, hogy nem lesz a nehéz, és akkor hamarabb odaérek, akkor ott lesz időm, hogy akkor végigmenjünk, hogy miket kell érintenem, mert ha ugye ez azt csinálja, hogy megint elvisz, nem tudom, másfele, akkor azért meg lehet így szívni, mert most is megszívhattam volna, nem találom ezt a helyet, és ott meg ugye lett volna egy campsite, de ugyanúgy belefuthatok abba, hogy a következő, ahol város van, és tudok ételt venni, és mondjuk ő meg másképp szervezte, és azt kikerüli, akkor ráfaragok durván, mert elfogy a kajám, és ott leszek bajban. Tehát ezt így át kell erősen gondolni az egészet. Úgyhogy a végén 49 km lett, amit ma nyomtam, de meglepően jól érzem magam, aminek önben tökre ülök, meg hát valószínűleg köszönhető ugye az egy nap pihenésnek. Mondjuk tényleg úgy nézek ki, mint egy varacskos disznó, úgyhogy így fekszem a hálózsákba, de hát ez van, ez ezzel jár, aztán kész iszappakolás. Reméljük, hogy jót tesz. Na jó van, tettem föl képet, mondom, nézzétek meg, aztán ha átérek holnap, akkor majd teszek föl többet is. Sziasztok!